A Pesszent Imre és Zöldiget óvodába járó gyerekek a minap kaptak egy tornaszobát. Az önkormányzat hozzáépített az épülethez egy 54 négyzetméteres termet. Erre az átadóra már évtizedek óta vártak az itt dolgozók, hogy a gyerekeknek legyen egy kis dühöngőjük, amikor kint rossz idő van. Galgóczi Zoltán oktatásért felelős alpolgármester elmondta, hogy a kerület költségvetése most már lehetővé teszi az önálló fejlesztéseket is. Közel egy hónap alatt három óvodában adtunk át csoportszobát, tornaszobát, ugye a Vadvirág óvodában Pesszent Lőrincen, az egy 93 milliós fejlesztés volt, a Gyöngyszem óvodában, a szomszéd vármegyében volt egy közel 50 milliós fejlesztés, és itt ugye körülbelül 30 milliós fejlesztés, és ez mind önerő. És ez azt jelenti, ez nem elsősorban a mi érdemünk polgármester úrral vagy a városvezetéssel, hanem az önök érdeme, kedves szülők, kedves nagyszülők, adófizető polgárok, hogy a kerület adó ereje az nagyon erős. Nem csak az óvónők, hanem a gyerekek is nagyon várták már az új tornaszobát. Erre az alkalomra írt verset adtak elő. Figyelem, köszíré adjú, hogy a tornaszobánkat ma felavatjuk. Így csak a lókedvünk lesz széles, csak a hangulatunk laza, erős lábon, izmos karral, edzettel mehetünk haza. A kis vers után az ovisok megmutatták, mire is fogják a későbbiekben használni az új helyiséget. Zöldliget óvoda 54 négyzetméteres tornaszobájára csaknem 30 millió forintot költött az önkormányzat.